Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Rövem Gábor Lázs, itt látjátok, hogy a bal meg a jobb oldalt nagyon szép készülék van itt a képben, méghozzá a Samsung Galaxy S8 és a Samsung Galaxy S8 Edge. Mind a kettő most lehet bemutatva, és igazából nekem könnyű lenne eldönteni, hogy én nagyot akarnám, mert szeretek filmet nézni, meg mozizni egy ilyen készüléken, mert mindig utazom, de általában 30 vagy 40 ezer forinttal többet fizetni egy olyan készüléket, ami nem tud sokkal többet, szinte majdnem semmivel többet, nem érdemes, majd miatt eldöntetek, hogy melyik tetszik nektek jobban. Tehát S8, S8 plusz a jobb oldalt, elnézést persze, és hogyha megnézzük a sebességet, majd elsőre látjuk is, hogy mind a kettőben a 4 GB RAM és az Exynos 8895 processzor itt nagyon jól működik. Németül van éppen beállítva a szoftver, az nem fontos most erre a tesztre, hogy látjátok szépen mind a kettő hasonló sebességgel itt kellemesen lehet használni. Csak kicsit máshogy van a beállítva, és más méretekben dolgozunk majd a dolgokat. Pedig mind a kettőnél 2560x1440 pixel felbontással, igazából a hardware-ben sem nagyon változott meg, mint az S7, tehát az S8 igazából csak külsőre lett egy nagy update. Itt látjuk szépen, hogy oldalról és persze a funkciókat nagyon szépen lehet továbbiakban használni, de nézzük meg kívül a kettő készléket, meg kívülről a fő különbséget, majd miatt megmutatom nektek. Oldalról persze a gombok ugyanott vannak, kis bekapcs gomb a jobb oldalt, Bixby gomb, meg a hangerőszabályzó a bal oldalt, az alján majd itt van a USB-C, felhatott csatlakozó, meg hangszóró, meg mikrofon, és a tetején majd a SIM kártya olvasó, meg a microSD egyben, és a második mikrofon is itt találunk majd. Ami érdekes, hogy egy oldalról nézünk rá a készlékre, csináljuk ez a bal oldal felvételt, látjuk majd, hogy aki jól pontosan oda néz, akkor majd látja, hogy a nagyobb készlék, ami most éppen alul van, az vékonyabb, 8 mm és nem 8,1 mm. De ettől függetlenül mind a kettő ugyanúgy vízhatlan is, meg wireless charginggal is működik, meg persze, ahogy említettem, ugyanaz a kameras bele van építve, ami mindjárt bemutatom nektek, kezdjük az elsővel. Ahol látjuk majd, hogy mind a kettőnél nagyon szépen tudnám most magamat itt lefotózni, selfie-ben. Kicsit dagadnak néz ki az arcom. De hogyha megfordítom még a kamerát, akkor itt az S7-et a háttérben is szépen tudnám fotózni. Mind a kettő 4K-val tud videózni hátul elől egy QHD felbontásra, ugyanaz a felbontás, mint a képen jött az ennél tettem. És szoftverben persze ugyanolyan funkció van a például itt a Bixby Vision-nél, ahol hogyha itt egy készléket látok, vagy terméket látok, amit érdekel, hogy milyen hasonló képek vannak róla, akkor baloldali kis ikonra rámegyek, és hogyha meg akarnám menni online, akkor jobb oldalira, ami persze Európában még nem fog olyan jól egyelőre működni, és a Bixby még sokat fog tanulni, majd ezt mind a bemutató videómban megmutattam nektek. A hátulját még nem tudtam egy készléknek serét, látjátok, hogy itt is megint teljesen ugyanúgy néznek ki, persze a matricát le tudnám menni, de még nem vettem le, látjátok a Samsung logót, ugyanúgy olvasok mind a kettőnél kamera, ami nem áll ki, és különben még itt a kis lámpáját is, és akkor ennyi is volt már az összehasonló videó itt a nagyon szép kettő készlékkel, a Samsung Galaxy S8 és az S8 Plus-szól itt Berlinből. Köszönöm, benéztetek, nevem Gábor Lázs, legközelebbig ne felejtsetek feliratkozni, és sziasztok!